Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám, szombati napot kívánok mindenkinek, üdvözlettel Frici, Balatonfüredről. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én itt vagyok Balatonfüreden, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen, gagyi videó lesz, tőlem Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban, amit konkrétan innen Balatonfüredről fogok indítani. Az, hogy még hol lesz ennek a sétának a vége, tehát az még egy kicsit a jövő zenéje, tehát az még egy kicsit most bizonytalan, mert tulajdonképpen két útvonal is pörög a fejemben, illetve az agyamban, hogy melyikeket is kéne megtenni. Hát a kettő közül majd valamelyiket nyilván meg fogom csinálni, de mind a kettőnek az a lényege, hogy innen indul Balatonfüredről. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen, gagyi videóban, amit itt rögzítek Balatonfüreden. Tartsatok velem Fricivel most. És akkor valójában erről a helyszínről fogom én elindítani az én kis sétámat. Hát tulajdonképpen itt vagyok Balatonfürednek a úgymond a belvárosába, mert ez valójában Balatonfürednek a belvárosa, ez pedig itt az egyik közparkja Balatonfürednek. Hát innen fog indulni ez a kis séta. És ez a patak, ami itt látható itt mellettem, ez pedig a Kék Patak tulajdonképpen. Tehát ez itt maga a Kék Patak, ami itt látható mellettem, és ugye abba az irányba halad a Balaton felé. És akkor így néz ki a közvetlen környezet, hát konkrétan innen fogom elindítani az én kis sétámat, tartsatok velem. És akkor ugye a kéki patak abból az irányból jön, abba az irányba van a forrása neki. Na, jányok és fiúk, és akkor nem is húzom én tovább az időt, hanem szépen elindulok én ebben a újabb sétával, itt Balatonfüreden, tartsatok velem. Nos, lányok és fiúk, ahogy látható ezen a felvételen, ugye itt vagyok egy közpark területén tulajdonképpen, itt látható egy nagyon szép kis sétány, és itt, ahol én tartózkodok, ez valójában egy közpark, Balatonfürednek a egyik közparkja, ami konkrétan így néz ki. Ott a háttérben pedig a piac csarnok látható. És akkor szépen elindulok abba az irányba. Hát még konkrétan ugye nincs elképzelésem, vagyis akarom mondani, van elképzelésem, hogy merre fogok elindulni ezen a mai napon, ezzel a újabb sétával. Hát egy biztos, hogy jelen esetben két útvonal is pörög az én agyamba konkrétan, hogy merre is kéne majd haladnom. Hát ezt még nem döntöttem el igazándiból, tehát ezt majd most fogom majd eldönteni, hiszen benne van a videóimnak a nevében, hogy spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen, gagyi videók. Hát ez ilyen spontán gondolat tulajdonképpen. És akkor itt van ez a szép kis közpark, ahogy látható ezen a felvételem. Tehát itt vagyok ugye, ahogy mondottam, Balatonfüreden. És ott a háttérben pedig a piaccsarnok látható. És akkor szépen haladok ezen a sétányon tulajdonképpen. Hát, hogy mi is jár most az én agyamba konkrétan, tehát hogy melyik útvonalak azok. Hát ahogy mondottam, ugye két útvonal is pörög az agyamba jelen esetben. Az egyik az az, hogy elindulok a Balaton felvidéki Kéksávon, Balatonszőlős irányába. A másik pedig az, hogy a Sárgasávon indulok el, a Noszlopi Gáspár kilátó irányába. Nos, ezen a kettőn vacilálok tulajdonképpen, hogy melyiket is kéne a mai napon teljesíteni, de hát ezt majd a későbbiekben el fogom dönteni, tehát mindenképp el kell döntenem, hogy merre is fogok én a mai napon bóklászni. Hát egy biztos, hogy innen indítom Balatonfüredről azt az újabb sétát, tartsatok velem Fricivel,
ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. És akkor szépen haladunk előrefelé. Hát itt ilyen közpark van, ahogy mondottam az előzőjekben. Hát az ég ilyen felhős, borongós égbolt van. Hát nap nem süt, ami sajnos, hogy nem süt a nap. Amúgy meg március 5-e van, pontos idő és dátum folyamatosan látható a kijelzőnek a aljában. Ott a háttérben pedig a balatonfüredi vörös templom látható, tehát ott van a háttérben maga a balatonfüredi vörös templom, tehát az konkrétan ott látható a háttérben. És ahogy mondottam a előzőjekben, ott pedig a piaccsarnok látható, tehát az ott a balatonfüredi piaccsarnok, tehát ami konkrétan ott látható. És akkor szépen haladok tovább ebben a sétával. Hát most itt egy kicsit a városba fogok még bóklászni, aztán majd el fogom hagyni majd Balatonfüredet, csak még ugye azt nem döntöttem el konkrétan, hogy melyik útvonalon kívánom elhagyni Balatonfüredet. Hát ugye az egyik az a Balatonfelvidéki Kéksáv lenne, Balatonszőlős felé, a másik pedig a Sárga Sáv, itt Balatonfüred környékén, a Noszlopi Gáspár kilátó irányába. És akkor itt át is jövünk az úton, és akkor szépen haladok előrefelé ebben a sétával tulajdonképpen. És ott a háttérben is van egy nagyon szép épület. És akkor haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételem. Hát itt pedig a balatonfüredi STK látható, tehát ott a háttérben ez itt a balatonfüredi STK, ami ott látható a háttérben, ez a lapos tetejű épület. És ahogy mondottam, ugye ott látható a két tornyú vörös templom, Balatonfürednek a temploma tulajdonképpen, ez a két tornyú vörös templom, ami egyébként egy katolikus templom. És akkor szépen haladok is tovább én ebből a sétával. Most még itt Balatonfüred városában. Hát ahogy mondottam, ugye még nincs eldöntve, hogy merre fogok távozni, csak ugye elindultam teljesen ilyen random mód tulajdonképpen, mert teljesen random elindultam most, és ugye most még mindig azon vacilálok, agyalok, akarom mondani, hogy melyik útvonalat is járjam be ezen a szombati napon. Hát ahogy mondottam, ugye már harmadszorra mondom el, hogy két útvonal is pörög a fejembe, az agyamban, ugye az egyik az a Balatonfelvidéki Kéksáv, Balatonszőlős irányába, a másik pedig ugye a Sárga Sáv, a Noszlopi Gáspár kilátó felé. Na, jányok és fiúk, és akkor itt szépen haladunk előre felé. Hát így néz ki a közvetlen környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Itt szemben ilyen lakótelepi lakások vannak, és akkor szépen folytatom a én kis sétámat itt Balatonfüred városában. És akkor kicsit így megmutatom egy kicsit a várost is, hogy is néz ki, mármint a belváros, Balatonfürednek a belvárosa, mert valójában ugye ez Balatonfürednek a belvárosa, ahol most éppen bóklászok. Ott a háttérben ugye az a közösségi ház, tehát az ott a háttérben a közösségi ház, ami ott látható. És akkor szépen haladok tovább ebből a sétával tulajdonképpen, itt Balatonfüred területén, Balatonfüred városában. És ott látható a vörös templom, tehát itt van Balatonfürednek a vörös temploma, vagy a piros templom, vörös templom, tök mindegy, hogy haladunk tovább. Na, jányok és fiúk, és majd lassacskán jobban bemegyünk a belvárosba. Akkor haladok tovább, ahogy mondottam. És majd itt majd át is fogok majd kelni a zebrán tulajdonképpen. És ugye itt van Balatonfürednek a vörös temploma, konkrétan itt látható, íme, itt van Balatonfürednek a vörös temploma tulajdonképpen,
ami így néz ki. Íme. És akkor szépen haladok tovább. Ugye politikai hirdetések már kim vannak. És akkor haladok tovább abba az irányba. Tehát errefelé folytatom a sétámat tulajdonképpen. Szépen haladok tovább ebben a szép kis sétával. Hát egyelőre még itt Balatonfüred városában tulajdonképpen. És ugye itt vagyok most éppen a Balatonfüredi közösségi ház előtt, éppen most haladok el. És ott az az épület is nagyon szép ott szembe. Tehát az a kis épület is nagyon ott van. Azokkal a zöld ablakokkal, zöld ablak, illetve nyilászárókkal. Nagyon szépen rendbe rakták ezt a kis épületet. Nem is a régen ez még eléggé lepukkant állapotban volt. Ahhoz képest elég szépen rendbe rakták. Nagyon jó néz ki. És akkor haladok tovább. És akkor itt elhaladok itt a közösségi ház előtt. Hát ugye politikai hirdetés, ugye közelednek a választások, de hát ugye én nem akarom a politikát belekeverni ebbe a videóba, de akaratom ellenére is belekeveredik, hisz ugye már mindenhol kint vannak a kampányplakátok, hogy kire is kéne voksolni, hát az egyik kutya a másikebb, maradjunk ennyiben, így hát részemről ennyivel le is van tudva a politika. És akkor szépen haladok tovább ebben a sétával, itt Balatonfüred területén. És itt már van némi turista jelzés is. Tehát azért itt már van némi turista jelzés is. És ugye itt van mind a két útvonal, ami nálam most terve van. Ugye az egyik tervem az az, hogy ezt a sárga sávot fogom bejárni a Noszlopigás pár kilátóig. Tehát ez az egyik tervem, a másik meg az, hogy ezen a Balaton felvidéki kéken el fogok haladni egészen Balaton Szőlősig. Tehát most ez a két terv forog jelenleg a fejemben, hogy most vagy ezt fogom bejárni Balaton Szőlősig, vagy pedig ezt a sárgát fogom bejárni a Noszlopi Gáspár kilátóig, mert tulajdonképpen ez a sárgasáv túraútvonal, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható, ez Balatonfüredről, innen Balatonfüredről indul a hajóállomásról, és tart egészen a Noszlopi Gáspár kilátóig, míg ugye ez pedig itt a Balaton felvidéki kéksávnak a turista jelzése, ami ugye Pétfürdőről indul, és tart egészen Badacsonyig a hajóállomásig. Ez a bizonyos Balaton felvidéki kék sáv, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. És ugyanakkor itt látható egy piros sáv is, tehát a piros sáv jelzés is. Hát ez Balatonfüredről indul a hajóállomásról, és tart egészen Balatonszőlősig. Ez a bizonyos piros sáv túraútvonal. És akkor én folytatom is tovább a én kis sétámat. Itt Balatonfüred területén most még. Ahol most egyébként bóklászok, amúgy ez Balatonfürednek a Kossuth Lajos utcája, ahol most éppen bóklászok. Tehát ez itt a Balatonfüredi Kossuth Lajos utca, ahol most éppen császkálok. Úgyhogy haladok tovább ebben a sétával természetesen. Itt Balatonfüred területén, most még. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen!
és itt van a fodrászat, ahova én eljárok rendszeresen, tehát ebbe a fodrászatba járok rendszeresen. 3 havonta járok ebbe a fodrászatra, ebbe a fodrászatba, ami itt látható ezen a felvételen, tehát ide járok fodrászatra 3 havonta, tehát oda. És akkor haladok tovább. És akkor haladok tovább ebben a sétával természetesen, itt Balatonfüred területén. Most még, tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor áthaljunk itt a zebrán. Hát próbálok minél hamarabb kihaladni innen a belvárosból, innen Balatonfüred belvárosából. Tehát próbálok minél jobban kihaladni innen. És akkor még mindig nem döntöttem el tulajdonképpen, hogy merre is fogok még haladni ebből a újabb sétával. Tehát még mindig még agyalok rajta. Amúgy itt szembe zajlik egy építkezés javába. Tehát itt szembe javába zajlik egy építkezés. És akkor szépen haladok tovább, természetesen. Hisz ugye még nincs eldöntve, még most se, hogy merre is akarok haladni. Mert ugye 2 útvonal is egyfolytában kavarog a fejembe, az agyamba. Ugye, ahogy mondottam, az egyik az a Balaton felvidéki kéksáv, Balaton szőlős irányába, a másik pedig ugye a sárgasáv, ugye Noszlopi Gáspár kilátó felé. Tehát ezt még mindig nem döntöttem el. Hát lányok és fiúk, majd eldöntöm lassacskán, mert lassacskán muszáj leszek eldönteni, mert most még egy nyomvonalon halad a Balaton felvidéki kék, egy nyomvonalon halad most még a Balaton felvidéki kék a sárgasával. Ugye most még egy a nyomvonal. Hát ugye most még tulajdonképpen még javába gondolkozhatok, hogy merre is akarok ezen a mai napon bóklászni. Akkor itt szépen haladok majd abba az irányba, tehát abba az irányba folytatom az én kis sétámat. És tulajdonképpen magam mögött is hagytam Balatonfürednek a belvárosát. Ez már itt a Sisike utca, ahol most éppen bóklászok. Tehát ez már itt a Sisike utca, ahol most éppen bóklászok. És majd, ahogy mondottam, még haladunk előre, haladok előre egy kicsit, és majd utána muszáj leszek eldönteni, hogy merre is akarok elmenni, merre is akarok majd haladni a továbbiakban, mert ugye majd a Balaton felvidéki kék sáv ki fog válni a sárga sáv túraútvonalból, tehát odáig mindenképpen el kell döntenem,
hogy merre is akarok a mai napon bóklászni. Hát ahogy mondottam, ugye ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó. Tőlem Fricitől, ahogy már megszokhattátok. És akkor itt még ugye tulajdonképpen egy nyomon halad a két túraútvonal, ugye ez itt a Balatonfelvidéki kéksáv túraútvonalnak a jelzése, illetve itt van a sárgasáv túraútvonalnak is a teljesen egyértelmű jelzése, sőt itt van a piros sávé is, amiről egyébként azt kell tudni, hogy ez Balatonfüredről indul a hajóállomásról, és tart egészen Balatonszőlősig, még ez a Balatonfelvidéki kéksáv, aminek itt látható a jelzése, ez Pétfürdőről indul ki a vasútállomásról, és tart egészen Badacsonyig a hajóállomásig. Ez a sárga sáv, ami itt látható, ez innen Balatonfüredről indul a hajóállomásról, és tart egészen a Noszlopi Gáspár kilátóig. Ez a bizonyos sárga sáv túraútvonal, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. És most jelenleg azon vacilálok, hogy vagy ezen fogok tovább haladni, vagy pedig ezen. Hát ezt majd lassacskán időszerű volna eldöntenem. Mert tényleg lassacskán időszerű volna eldöntenem. Mert hamarosan ki fog válni, a két túraútvonal el fog válni egymástól, és külön-külön fognak haladni. És akkor én folytatom az én kis sétámat. Most végig itt Balatonfüred területén, ugye jelen esetben, akkor szépen haladok tovább. Hát ugye a politikai hirdetés az most akaratom ellenére is belekerül ebbe a videóba, ahogy látható ezzel a felvételen, hisz ugye kampányidőszak van. Tehát most ugye akaratomon kívül is belekerül. És akkor haladok tovább. És akkor folytatom tovább a én kis sétámat, most végig itt Balatonfüred területén, de ugye egyre inkább kifelé haladok Balatonfüredről, mert tényleg egyre inkább kifelé haladok, mert már ugye a belvárost magam mögött hagytam. Amúgy szombat van, amikor ez a videó készült, tehát szombat van. Pontos idő és dátum folyamatosan látható a kijelző aljában, hogy mikor is készült ez az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó. És akkor haladok tovább. És itt van egy hajdani malomépület, tehát ez nyilván ez hajdani egy malomépület lehetett, ami ott látható a háttérben. Tehát ez több mint valószínű, sőt 100% biztos, hogy ez valamikor egy malomépület lehetett. Hát most egy antikváriumos bérli, legalábbis az alsó szintet, a földszintet azt egy antikváriumos bérli, ahogy látható ezen a felvételem. De több mint valószínű, hogy ez az épület, ami ott látható a háttérben, mert engem nagyon is arra emlékeztet, hogy ez egy malomépület lehetett valamikor. Tehát ez valamikor egy malomépület lehetett, tehát ez így ránézésre engem egy nagyon is egy malomépületre emlékeztet. És akkor haladok tovább. És akkor itt a piros sáv ki is válik a kékből, illetve a sárga sávból. Tehát itt válik ki a piros sáv. Amíg a piros sáv az nálam nem is volt ma terve, hát jelen esetben most már csak a kék sáv van, és a sárga sáv, ahol most éppen haladok.
Tehát ezen a innentől kezdve már csak a sárga meg a kék sáv halad egy nyomvonalon, de majd nem sokára ezek is szétválnak, tehát szépen a sárga sáv ki fog válni a Balaton felvidéki kék sáv túraútvonalból hamarosan. Hát és nekem addig kéne eldöntenem, hogy merre tovább tulajdonképpen, hogy most haladok tovább a Balaton felvidéki kék sávon, úgy nagyjából Balatonszőlősig, vagy pedig fogom magamat, és rátérek a sárga sávra, és azon haladok a továbbiakban a Noszlopi Gáspár kilátó felé. Tehát ezt majd most hamarosan el kéne most már döntenem, hiszen hamarosan jön a elágazás, ahol a kék sáv és a sárga sáv el fog válni egymástól, illetve a Balaton felvidéki kék sáv elválik a sárga sáv túraútvonaltól. Ez is nem sokára be fog következni, és addig kéne valahogy eldöntenem, hogy merre tovább, mert még ugye mindig nem döntöttem el, pedig hát már elindultam már mikor a belvárosból, hát konkrétan 27 perccel ezelőttről, tehát 27 perccel ezelőtt indultam el a belvárosból, és most már itt vagyok kint a Balatonfürednek a külvárosába, és akkor haladok tovább, és akkor itt látható a sárgasáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és a Balaton felvidéki kéksávnak is itt látható a teljesen egyértelmű jelzése. Hát itt a Balaton felvidéki kéksáv még egy nyomvonalon halad a sárgasávval, ahogy látható ezen a felvételem. És akkor haladok tovább. Na, jányok és fiúk, és akkor én folytatom tovább a én kis sétámat. Itt most még itt Balatonfüred területén. És akkor itt haladunk tovább. És ez amúgy a Sisike utca. Tehát ez a Sisike utca, ahol most éppen bóklászok. Akkor haladok itt a Sisike utcában, most még Balatonfüred területén, de ahogy mondottam, egyre inkább kifelé haladok Balatonfüredről, mert tényleg kifelé haladok. És nem sokára jön az a pont, ahol a Balaton felvidéki kék sáv elválik a sárga sávtól, tehát hamarosan jön a elágazás. Időszerű volna már eldöntenem, hogy merre is akarok a továbbiabban haladni, mert tényleg pillanatokon belül jön az elágazás, tehát ez tényleg pillanatokon belül be fog következni, hogy a Balaton felvidéki kék sáv elválik a sárga sávtól. Hát lányok és fiúk, időszerű volna eldöntenem. Na és igen, itt van az elágazás, itt válik el a Balaton felvidéki kék sáv a sárga sáv túraútvonaltól. Abba az irányba halad a sárga sáv túraútvonal a Noszlopi Gáspár kilátóig. Abba az irányba pedig a Balaton felvidéki kék sáv túraútvonal halad egészen Badacsonyig a hajóállomásig. Tehát abba az irányba a Balaton felvidéki kék sáv halad. Abba az irányba pedig a sárga sáv halad, valójában itt válik el a kettő egymástól, ezen a ponton. És itt kéne eldöntenem, hogy merre tovább tulajdonképpen, hogy haladok tovább a kék sávon, abba az irányba, arra Balatonszőlős felé, vagy pedig rátérek a sárga sávra,
és akkor haladok a Noszlopi Gáspár kilátó irányába, ami egyébként arra felé van. Hát ezt most időszerű volna eldöntenem, hogy merre tovább. Hát az az igazság, hogy mind a kettő nagy alok erős, hogy arra, mert ez a kék sávon konkrétan, tehát a Balaton felvidéki kék sáv túraútvonalnak ezen a részén még nem is nagyon jártam, tehát abba az irányba, de viszont ezen a sárga sávon én már jártam többször is, így hát lehet, hogy végeredményben úgy fogok dönteni, hogy inkább maradok a Balaton felvidéki kék sávon, és akkor azon fogok haladni Balatonszőlősig, mert ez a sárga sáv, ami abba az irányba halad, ezt én már többször is bejártam az elmúlt időszakban, tehát lehet, hogy el is döntöttem tulajdonképpen, hogy merre haladok a továbbiabban, tehát most szerintem ezt a sárga sáv túraútvonalat, mivel ezt már többször is bejártam, szerintem ezt most ejteni fogom, tehát ezt én most elfelejtem, és akkor rátérek a Balaton felvidéki kék sávra, ami viszont abba az irányba halad, mert viszont ezen az útvonalon még nem is nagyon jártam, így hát el is döntöttem, haladok tovább a Balaton felvidéki kék sávon, ami errefelé folytatódik. És akkor innentől kezdve a Balaton felvidéki kék sáv túraútvonalon haladok. Hát az, hogy meddig fogok eljutni, azt majd eldöntöm a későbbiekben. Hát végül is szerintem lehet, hogy jól döntöttem, mert ahogy mondottam az előzőjekben, ugye a sárgasáv túraútvonalat itt Balatonfüred környékén már több alkalommal bejártam, így hát lehet, hogy most végeredményben jó döntést hoztam, hogy maradtam ezen a Balaton felvidéki kék sáv túraútvonalon. És akkor haladok tovább ezen a Balaton felvidéki kék sávon. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen! És akkor innentől kezdve megyünk egy kicsit hegymenetbe, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát lehet látni, hogy haladok fölfelé, hegymenetbe vagyok. És akkor innentől kezdve már a Balaton felvidéki kék sávon haladok. Amiről ugye azt kell tudni konkrétan a Balaton felvidéki kék sáv túraútvonalról, hogy ez elindul Pétfürdőről, a vasútállomásról, és tart egészen Badacsonyig, a hajóállomásig. Hát én most nyilván nem fogok Badacsonyig elsétálni a hajóállomásig, tehát ez nyilván ez most nem fog megtörténni. Csak egy darabon fogok sétálni itt ezen a bizonyos kék sávon, a Balaton felvidéki kék sávon, aminek egyébként a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. Tehát itt látható a Balaton felvidéki kék sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és én a továbbiabban is ezen a Balaton felvidéki kék sáv túraútvonalon fogok haladni, nagyjából Balatonszőlősig, és majd ott majd eldöntöm, hogy merre tovább. Hát maradjunk annyiban, hogy egyelőre ezen a Balaton felvidéki kék sávon fogok bóklászni. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen! És akkor haladok is tovább én ebből a sétával. És lassacskán le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb sétálós videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal. Ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy dislike-ot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen! Én majd a továbbiabban arrafelé fogok haladni, de ez majd egy következő videó témája lesz. Mivel, hogy ezt a videót itt és most lezárom, és egyelőre megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. Tartsatok velem egy következő videóban is, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Balatonfüred határából. Sziasztok! És én majd a továbbiabban arrafelé fogok haladni, de ez majd
csak a következő videóban lesz. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok!